No, hát talán az egyik legnagyobb és legősibb rendszert, a Debiant, azt valahogy egy kicsit ritkábban vesszük elő, pedig például többek között én is szerverüzemeltetésre használom, és nagyon sok olyan dologra, amit egyébként nem tudnék megoldani, hiszen gyakorlatilag ez az egyik legmegbízhatóbb, legnagyobb, legrégebbi disztró talán, vagyis hát mondjuk a legrégebbi ez nyilván a Slackware, és hát a még a régiek közé a SUSE vagy SUSE és a Red Hat is sorolható, mondjuk pont a SUSE az, ami a Red Hatból készült RPM csomagokat használ, ugye az is nem véletlenül, de mindenképpen a nagy öregek közé sorolható a Debian, ugye óriási támogatottsággal és rengeteg dokumentációval rendelkezik, szóval erre azért én mindig biztosan tudok számítani, és hát ugye rengetegféle eszközre is létezik, és hát még egy külön adalék a történethez. Ugye azt külön megemlíthetném, hogy nekem ez úgymond az alma mater, ahol gyakorlatilag én megtanulgattam így az alapokat, az gyakorlatilag maga Debian volt az iskola, mert még a kezdetek kezdetén talán valami 90-es évek végén egy ilyen Potato disztribúció volt az már, én azt hiszem egy 2.2-es talán, de hát ez már a történelem ködébe vész. Jó, hát akkor indítsuk el ezt a 386-osokra szánt verziót, tehát ami tulajdonképpen egy LXDE ablakkezelős 32 bites verzió. Indítsuk akkor ezt az 586-ost. Itt látom külön fel van tüntetve, hogy 686 PAE, tehát abból gondolom, hogy akkor az 586-osra szent, az pedig a NoPAE jelzésű kernel lesz, tehát ugye nincs benne olyan funkció, hogy tudja kezelni a 32 bites rendszer a magasabb memória területet, tehát a 3,5 GB fölötti RAM-ot is ki tudná használni. Itt egyértelműen nem gondolunk arra, hogy mi ennyi RAM-ot bele tudunk rakni egy ilyen 586-os gépbe, úgyhogy akkor alapértelmezésben én ezt el is indítom mindjárt, amit legfelül van. No, hát meg is érkezett akkor a grafikus felület viszonylag gyorsan. Én most egy ilyen 786 MB RAM-ot állítottam be ennek a gépnek. Azért akarom pont ezt megnézni, és azért nem többet, mert kíváncsi vagyok egyrészt a sebességére, másrészt pedig a RAM használatra, ugyanis én az LXDE-t tartom most talán egy olyan ablakkezelőnek, ami már az XFCE-nél is jobb lett, és kevesebb, a tapasztalataim szerint kevesebb erőforrást igényel, egy ilyen 120-130 MB RAM elegendő, és viszonylag kellemes felhasználói élményt nyújt, tehát azért használni lehet vele a rendszert. Debianról beszélünk, tehát ebben a legújabb fejlesztések nincsenek benne, ez egy stabilág, ugyanakkor ez a non-free verzió, tehát ebben már nagyon sok olyan program benne van, ami nem felel meg az úgynevezett nagybetűs free kategóriának. Hát ugye ez gondosan le van fektetve, itt mi számít a hagyományos értelemben vett teljesen ingyenes disztrónak. Több disztró is van, ami ugye hajt erre a címre. Én most azért a non-free-t szedtem le, mert ugye ez már tartalmaz nagyon sok olyan firmware-t és kiegészítőt, ami nincs benne az úgynevezett hagyományos kategóriában. Jó, akkor nézzük meg, hogy hogyan is teljesít ez, és közben azért egy telepítést is megejtünk, ugyanis arra is kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog kinézni. Én úgy gondolom, hogy ez a Debian, mivel elég stabil, folyamatosan vannak hozzá biztonsági frissítések, így egy ilyen régebbi öregecske gépre egy nagyon ideális választás lehet, bár az is igaz, hogy mondjuk egy Manjaro vagy Manjaroval ellentétben, vagy egy Pupival ellentétben, ebben például sok minden már nincsen úgy benne felhasználói szemszögből. Ez azért jellemzően ez a Debian még mindig inkább a szerverek területén jellemző, inkább szerverként használják. Jó, mindjárt fogad minket egy kérdés, hogy el tudjuk menteni egy egyszerű szöveges fájlba a history-t, azt, amit csinálunk, akarjuk ezt engedélyezni. Igen, elmenti a jelszavakat és egyéb érzékeny adatokat ebbe a fájlba, de hogyha más is használja a gépet, akkor ezt inkább ne engedélyezzük. Jó, akkor nem kérjük ezt a historizálást.
Jó, hát akkor két ikon van, az egyik a szemetes, kizárásos alapon nyomjunk rá akkor a Install Debian Jesse ikonra. És be is jön a grafikus installnak a képernyője, aki már látta korábban a másik Debian install videót, akkor az annak már ez ismerős lehet. Nézzük. Van itt egy ilyen, hogy Hungarian. Kétszer rákattintok. Igen, a telepítést a kijelölt nyelven folytatom. Mehetünk tovább. Magyarország. Billentyű. Magyar. Ő ugye csak felhívta a figyelmünket arra, hogy esetleg helyenként nem lesz minden magyar, vagy töredékes lesz a fordítás. De hát ez most jelen esetben mellékes. A hardware felderítésről jutott eszembe mellesleg, hogy a legelején a kezdő képernyőnél ki lehet választani egy egyéb Tools vagy valami hasonló néven szereplő opciónál, legalsó opció egyébként, hogy ott van egy olyan opció, hogy hardware felismerés, hardware detection tool és memória diagnosztikai eszköz van. Tehát ha indításnál azt valaki megnézi, ugye mindig jól jöhet, tehát hogyha nem tudjuk, hogy mi a baj a gépnek, és lehet, hogy pont rossz a memóriánk, azt előtte meg tudnánk nézni, vagy milyen hardverek vannak a fizikailag a gépbe, akkor meg tudjuk nézni a nevét és a pontos eszközazonosítót. Jó. Mi legyen a gép név? Hát legyen mondjuk Scamideb. Hát az... tökéletes. Tartomány név. Kell nekem tartomány? Nem kell nekem tartomány. Most nem állítok be. Root felhasználó jelszava. Ugye erre nagyon figyeljünk oda, hogy itt azért lehetőleg kisbetű, nagybetű, számpont, speciális karakter. Tehát úgy igyekezünk variálni, hogy ha ez nagyon könnyű jelszó és nagyon könnyen ki lehet találni, akkor bizony bárki beléphet majd a gépünkre. Bár attól függ, hogy mire használjuk, ugye régi kukázni való gépekre szánt telepítés esetén ott majdnem mindegy ugye, hogy mi van rajta, azt azért nem netbankolásra használjuk. Új felhasználó, teljes neve, felhasználó neve. Ugye ez mindenkinél egyéni, hát én most csak úgy nyomtam valamit, tehát teljesen lényegtelen, hogy mit állítunk be, ugye ez egy teszt telepítés. Jó, és akkor megadunk valami nagyon bonyolult jelszót. Jó. Időlekérdezése, órakonfig. Na és most jön a kedvenc részem, a lemezek partícionálása. Én azt szoktam választani, hogy kézi, de hát nyugodtan beállíthat mindenki magának bármilyen más elosztást is. Itt az irányított, amikor automatikusan meg is csinálja, én beállítom. És méghozzá úgy, hogy igen, új partíciós táblát hozok létre, és most pedig új partíció, és itt meg fogok adni 1 GB-ot memóriának, tehát swap csere partíciót fogok létrehozni, mert csak azért, mert ugye kevés a memória és rengeteget jelent, tehát ilyen 5-600 MB alapból kell ugye eleve egy rendszernek, akármilyen rendszer gyakorlatilag, és ennyi van benne mondjuk fizikailag most, tehát emellé mindenképpen kell, hogy legyen valami cserepartíció, ahová ki tudja írni a nem használt memória területeket, ezáltal felszabadítva a memóriából ugye részeket. Esetleges lesz kezdet, csatolási pont és fájrendszer. Itt kijelöljük, hogy ez cserehely. És indító zászló ugye nem kell értelemszerűen, tehát partíció beállítása kész. Hát kész is akkor a swap partíciónk, és a maradék szabad helyre
létrehozom a elsődleges maradék EXT 4-es fájrendszerű gyökérkönyvtárat. Itt látjuk, hogy ez a gyökérkönyvtárnak a jele. Csatolási opciók nincs, itt ugye be lehet állítani, csak olvasható, meg sokféle ilyen kapcsoló van, de hát ez nyilván haladóknak, és itt jön a lényeg, indító zászló, ez az úgynevezett boot flag. Hogyha ezt nem tesszük rá, egy kék kattintással, akkor előfordulhat, hogy bizony-bizony a rendszerünk nem fog felállni. Ilyen előfordulhat, tehát el sem indul, nem az, hogy nem áll fel a rendszer, hanem el sem indul. Jó, partíció beállítása kész. Tehát így néz ki nálam egy alap install. Nyilván amikor szervert telepítünk, vagy egy komolyabb rendszerre telepítjük, akkor azért nem így alakítjuk ki a struktúrát. Itt egy ilyen egy Winchester-es kicsi régi gépről van szó. És pont azért is választottam ezt az LXD-et, mert én arra számítok, hogy ez tök gyors lesz, és nagyon kényelmesen lehet majd használni. Majd meg is látjuk mindjárt. Lezárjuk a változtatásokat, mentjük. Lemezre írjam, igen. Jó, ezzel el is készültünk, és már látjuk, egyből el is kezdi másolni a lemezre az adatokat. Ami még így mellékesen eszembe jutott közben, amit telepít, ugye, hogy azért ez meglehetősen nagy rendszer, és elég sok kiegészítővel rendelkezik, és hát óriási közösség van mögötte. Most ennek megfelelően azért a kiadás mérete is elég tisztességes lett, 1,2 gigabájtról beszélünk, ami talán annyira nem meglepő a mai világban, de én úgy gondolom, hogy az azért elég sok, tehát célszerű leszedni valami gyorsabb internet eléréssel, mert hát azért ez eltart egy darabig. Úgyhogy bár a mai világban mondjuk az sem egy nagy feladat, hogy az ember gigabájtokat töltögessen le, de tehát erre azért nem árt odafigyelni, tehát 1,2 gigabájt azért az elég tetemes mennyiség, egy első nekifutásra érdemes azért úgy gondolkozni, hogy ennek azért kelleni fog hely. Ha pendrive-ra rakjuk esetleg Unetbootinnal például, akkor is azért minimum egy olyan 2 giga legyen szabadon a pendrive-on. Bár mondjuk én például nem használok mást, csak arra használom akkor a pendrive-ot. Van egy 4 gigabájtos, és arra gyakorlatilag bármilyen disztrót rá tudok rakni. Illetve hát én ugye elég gyorsan csereberélgetem itt a disztrókat, tehát már egy-két pendrive így el is halálozott. Mondjuk, elég gyorsan elhasználódik. Na de hát itt évekről beszélünk, tehát ezek azért már elég régiek is voltak mondjuk. Na tehát azért úgy készüljön mindenki, hogy azért ezek már nagyobbak, és a linket azt majd természetesen fel fogom tüntetni a videó alatt. Illetve hát nyilván a cikkben is majd. Na, hát akkor elérkeztünk ugye a telepítés utáni első kérdésünkhöz. Használ hálózati tükröt feltétlenül tovább. Igen, a legközelebbi, hát Magyarországon akkor értelemszerűen a legközelebbi tükör. Hát erről azért olyan nagyon sok tapasztalatom nincs, hogy most ezek közül melyik a gyorsabb szerver. Nekem szerintem majdnem mindegy most egy asztali gépnél. Illetve a későbbiekben ugye ezt át is tudjuk írni. Tehát, hogyha most a telepítésnél nem pont azt választjuk ki, vagy időközben valami más tanácsot kapunk, akkor ezt még azért későbbiekben tudjuk úgy is módosítani. Főleg, ha már később profik vagyunk ugye ebben a dologban, akkor aztán bármit át tudunk írni. Jó, HTTP proxy az nincs, közvetlen net van, úgyhogy ezt most kihagyjuk. Jó, és ilyenkor ugye az apt, az gyakorlatilag az a csomagkezelő, ami a Debian-nak egy alapértelmezett csomagkezelő programja gyakorlatilag, és hát azzal tudunk dolgozni Debian alatt. De én arra számítok, hogy ezért ez a rendszer fel fogja rakni a szinaptikot is, ami azért nagyban megkönnyíti a használatát majd. Ugye lehet többek között a rendszert frissíteni vele az elavult programokat. A Synaptic egy szintén egy ilyen csomagkezelő program.
Csak hát ugye jóval fejlettebb, mert maga az apt az például egy konzolos alkalmazás. Amiről egyébként volt szó még a konzolos telepítésnél, ha valaki azt látta, ott ugye 31 MB RAM-ot használ a rendszer, és egy ilyen 800 MB tárhelyet foglal. Tehát nagyon-nagyon szimpatikus, már így alapból is az a rendszer, de ugye az egy más kategória, tehát itt most egy grafikus Linuxot, egy asztali rendszert szeretnénk feltelepíteni, illetve megnézni, hogy hogyan települ, és hogy körülbelül milyen lesz a fogyasztása, és mekkora helyet foglal majd az újonnan telepített rendszer. Ugye mondtam, hogy 1,2 GB maga a DVD, a telepítő, tehát ennek megfelelően, amit ebből kicsomagol és felmásol a merevlemez, az is lesz biztos egy ilyen 1,5-2 GB minimum. Arra számítok, hogy egy olyan jó 1,5 GB helyett, tárhelyet kérni fog a merevlemezen, de hát ugye van 7,6 és más nem számunk erre. Jó, grub rendszer betöltőt, azt ugye ilyenkor, amikor telepítjük a Debian-t, akkor ugye Master Boot Recordba telepítsük, tehát nyilván haladó felhasználók pedig úgyis tudják, hogy hová akarják telepíteni, ez mindenképpen menjen ide. Eszköz kézi megadása, vagy rákattintunk az ő általa megtalált lemezre, az itt van alatta, ugye. Eszköz kézi megadása szintén arra vonatkozik, hogyha több Winchesterünk van, és honnan akarunk bootolni, illetve megadhatjuk, hogy hová, de ilyenkor, tehát nem érdemes, hogy egy Winchesterről beszéltünk, és egy partíciónk van igazából. Szoktak olyat, hogy még a per USR, vagy tehát a felhasználói fájlokat, vagy a home könyvtárat azt külön partícióra teszik, mert előfordult, hogy változik esetleg a Linux, más rendszer telepítenek, és ilyenkor a home az mindig egy külön partíción megmarad a saját könyvtárunk. Jó, indítsuk újra, meg ne felejtsük azért kivenni a CD-t, tehát az még okozhat bonyodalmakat, hogyha elfelejtjük, illetve hát inkább csak bosszúságot, és hát hamarosan akkor ugye újraindul a rendszerünk, és meglátjuk, hogy hogyan is üzemel Debianunk, illetve itt most nekünk kell egyet kézzel indítani, ugyanis ezt most a telepítő nem tudta újraindítani, ugyanis mi indítottuk el kézzel gyakorlatilag az asztalon lévő ikonnal, tehát ezt így nem tudta kilőni, nem tudta újraindítani a rendszert. Jó, és jó, hogyha minden rendben ment és feltelepítettük a rendszert, akkor ugye ez a menü fogad minket első induláskor, illetve minden induláskor ezt fogjuk látni, és alapértelmezésben a Debian GNU Linux fog indulni. Ugye azért látjuk ezt, hogy GNU per Linux, mert szigorú értelemben véve a Linux az csak a rendszer magját, a kernelt jelenti, amit ugye Linus Torvalds fejlesztett ki, kezdett el készíteni, és ugye mai napig is ő adja ki ezeket a kiadásokat, ez csak a rendszer mag, és az ingyenes szoftver gyűjtemény, ami körül a rendszer mag körül épül, az a GNU szoftver csomag, tehát ez hivatalosan így GNU Linux, tehát GNU Linuxnak mondjuk. No, hát ugye első indulásnál most mivel ez nem PAE, ez a gép, tehát nem kapcsolható be ez a funkció, és az alapértelmezett kernelben ez benne van. Ezért itt az Advanced Options-nél, tehát a haladó beállításoknál látjuk, hogy 686-os PAE kernel az alapértelmezett. Ami nekünk nem jó, ha ezzel indul a rendszer, úgyhogy én ezt az 586-ost fogom indítani. Ugyanis a 686-ossal hibát fog nekem írni valamiért. És én arra számítok, hogy ezzel viszont rendesen elindul. Ugye itt látjuk, hogy az FSCK, a lemez ellenőrző már el is indult egyszer, mert az előző indulásnál lefagyott, mivel a 686-os PAE kernelt nem szereti a rendszer. Nincs beállítva.
Igen, tehát ez előfordulhat, ugye egy régebbi laptopot vagy egy régebbi eszközt használunk, és abban nincs ilyen funkció. Erre érdemes odafigyelni, illetve hát már későbbiekben át is kell állítani. Át lehet állítani. Jó, bejött a bejelentkezési ablak. Egészen szimpatikus és egész jól néz ki. Jó, itt lehet választani ugye, mi legyen a default, az alapértelmezett sessionünk, és hát az LXDE meg az OpenBox az ugye eléggé együtt jár. Az OpenBox maga az asztalkezelő, és a LXDE pedig maga a session és a panel, például LXDE panel, LX panel néven fut. Ez a kettő együtt adja az LXDE asztali környezetet. Jó, hát akkor nézzük. Ugye be kell jelentkezni. És első indulás. Létrehozza ilyenkor szokásos fájlokat. És akarom engedélyezni a history-t? Hát én nem akarom ezt engedélyezni, nekem erre úgyse lesz szükségem. Jó. Na, amit akartam mutatni, itt első indulás után, ami nekünk létrejön, van egyszer egy OpenJDK-nk, és van egy NVIDIA beállító segédprogramunk, valamint egy ATI Catalyst Control Centerünk, ami nagyon-nagyon jól jön bizonyos embereknek. Ugye ez nagy szenvedés szokott lenni majdnem minden operációs rendszeren, hogy jól belőni a videókártyát, és azért ez mindig egy kínlódás. Itt kapásból kapunk hozzá két segédprogramot, mindegy melyik kártyánk van, ez nagyon-nagyon jó dolog. Nem tudom, hogy ezt most speciálisan csak a non-free-ben van benne, vagy a régi hagyományos free ingyenes telepít, vagy a szabad verzióban is. Ugye van ez a szabad szoftver, Free Software Foundation, szabad szoftver alapítvány, ami meghatározza ezeket az elveket, és annak felel meg a Debian abszolút. Viszont ez a non-free már tartalmaz ilyen elemeket. Most nem tudom, hogy csak ebben van benne, vagy az úgynevezett hivatalos verzióban is. Bár ezt a non-free-t is általában az a jellemző, hogy a Debian csapat hivatalos mérnökei, emberei készítik, csak ebben már beleaplikálják ugye a különféle firmware-eket és eszközöket. Erre még nem nagyon jöttem rá, hogy itt miért jó, hogyha duplikálva van külön a Debian, viszont az biztos, hogy ebben tutira benne van minden alkalmazás és minden program, minden csomag, ami egyébként itt a hagyományos XDG menüben például nincs benne. Jó, látjuk, hogy azért mindenből elér feladatkezelő. Hopp, meg is tudjuk nézni. Na itt is van, amiről beszéltem, ugye 129 MB memóriát használ jelenleg a rendszer, és nulla CPU használatot ír. Itt hazudik egy kicsit, mert ugye ez 0 egész valamennyi. Tehát annyira kevéssé használja a gépet, hogy ez szinte nem is számottevő, ez egy örvendetes dolog, ez nagyon-nagyon jó dolog. Én erre voltam kíváncsi egyébként, azért csináltam meg ezt a telepítést, ugyanis itt már például egy Linux, mint régen elhasalt, de mondhatnám a legújabb pupletek közül, a legújabb pupi Linuxok közül az LX pupot, vagy az XFCE felszereltséggel érkezőt, az totál elhasalt. Tehát már egy ilyen újabb tarpupi, vagy a legeslegújabb Senial alapú pupi, az teljesen elhasalít. Úgyhogy, hát ez nagyon barátságos. Tehát ez a 130 MB memória, az kell, ugye, mert kapunk egy kényelmes grafikus felületet, menüvel, mindennel szépen beállítva, és önmagában is kell egy 70 MB RAM egy grafikus felületnek, hogy elinduljon. Az alatt ugye egy ilyen 30 MB-on is elfut a rendszer, úgyhogy ez a 130 MB nagyon baráti, ez körülbelül gondoltam is, hogy az LXDE ennyit fogyaszt. Jó, hát ez volt főleg ez a két videókártya beállító segédprogram is, amit meg akartam mutatni, hogy alapból benne van, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Kapunk ugye képszerkesztőket, itt képernyőolvasó, ezt ugye még én életemben nem használtam, tehát nincs igazán tapasztalatom vele, de jó látni, hogy ez is benne van. Na most itt a Debian menüben előszedhetünk nagyon-nagyon sok mindent, de ugye itt a hagyományos menükben is, hogyha nézelődünk, van zenelejátszó, mixer, egy videólejátszó, ez a Gnomon Player,
és ott látjuk, hogy Firefox, miközben a Firefoxnak egy ilyen, nem is tudom, talán butítottabbnak lenne jó mondani, egy ilyen egyszerűsítettebb verziója, ami ilyen gyengébb gépekre abszolút tökéletes. Jó, hát nagyjából ennyi lett volna, én így első körben ennyit szántam volna. Az asztali beállításokat és a különféle csillivilli beállításokat, azt pedig ugye utána már magunktól is meg tudjuk tenni. Inkont témákat, színtémákat tudunk ugye itt varázsolni, de hát ezt ráérünk ugye már felfedezni utána is, és hát ugye jöhet az olvasgatás és a tanulás, hogy akkor mit, hogyan lehet. Én még annyit mutatnék, hogy itt van egy program, ami még nagy segítségünkre lesz, a Synaptic csomagkezelő, és itt jön be a rútjelszó, tehát igyekezünk elfelejteni, mert utána aztán igencsak bajban lehetünk. Jó, hát mi ez a csomagkezelő, ugye hogy néz ki? És hogyha valamit installálni akarunk, akkor ugye megnyomjuk a keresést például, vagy pedig itt oldalt, kikereshetjük a játékokat például, játékok és szórakozás, és akkor itt tudunk nézelődni, hogy mik ezek. Kérünk egy képernyőképet erről a játékról, mi ez a 7KAA, és látjuk, hogy ez a Seven Kingdoms nevű játék, onnan jön a 7A, és ez egy ilyen erősen a Warcraft 2-re hajazó játék lesz bizony. És hát van azért itt egy jó pár csomag, hogyha így megyünk lefele, azért ezzel el lehet rendesen mókolni, tesztelgetni. Hát én jó töltögetést kívánok mindenkinek, és hát aztán természetesen várjuk ugye a visszajelzéseket, akár a fórumunkban, akár a weboldalon, a Facebook oldalunkon lehet jelezni, hogyha valami esetleg még nem ment, vagy valami nagyon furcsa lenne itt esetleg, vagy nagyon idegen. Jó, hát ennyi lett volna.